Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Alakuló ülés. Letették esküjüket a megválasztott dombóvári képviselők. Diákok támogatásáról döntöttek Bátaszéken. Kibővítik a pályázati rendszert. Karácsonyi csomagosztás Szekszárdon. Már regisztrálhatnak a szépkorúak. Kenyér és élelmezés világnapja. Az agrárgazdasági szakembert kérdeztük. Megtartotta alakuló ülését a dombóvári képviselőtestület. Pintér Szilárd polgármester, a 11 önkormányzati képviselő, valamint a horvát, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői tették le esküjüket. Megalakult az új önkormányzati ciklus dombóvári képviselőtestülete. Futó Péter, a dombóvári 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője számolt be az elkövetkező 5 éves ciklusban tervezett beruházásokról, fejlesztésekről. Az én képviselői körzetem Dombóváron a legnagyobb területen helyezkedik el, ugye Kertvárosból, Tüskepusztából, Bunarasból, Szilfáspusztából és Mászlompusztából el. Képviselői célunk az, vagy a célunk az, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk a város lakosságával. Dombóváron nagyon elhanyagolt állapotú a közút, illetve járdahálózat. Mindenféleképpen szeretnénk az elkövetkezendő 5 évben ezeknek a fejlesztését elindítani. Várhatóan Kertváros útépítési projektje jövő évben elindulhat, erre megvan a forrásunk, jelenleg a közbeszerzést tart. Pintér Szilárd, a város polgármestere is letette esküjét. A városvezető bízik abban, hogy az elkövetkező időszakban számos fejlesztést sikerül megvalósítaniuk. 2019-ben elkezdtük, hiszen 2019-hez hasonlóan minden 8 körzetet megnyertük 2024-ben is. Nyilván ez nem szabad gátat annak, hogy ez a konstruktív együttműködés mentén sikeresen fejlődjön tovább Dombóvár. Sajnos nagyon nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen mindenki által ismertek a pandémiás évek, az az energiaárubanás, amely sújtott minden magyar háztartást és így az önkormányzatokat is. De úgy látom, hogy 2024 második felére rendeződnek a dolgaink, és hiszem benne, hogy a 24-29-es ciklus egy sokkal sikeresebb lesz. Sajnos, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy nagyon sok restanciánk van, hiszen nagyon szeretünk volna egy új üszodát a térségbe, nagyon szeretünk volna egy új mentőállomást. Én hiszem és remélem, hogy ezek az álmaink most már hamarosan meg fognak valósulni, hiszen az ország gazdasági mutatói abba az irányba mennek, hogy 25-26 lehet az a reális szél, amikor ez el fog készülni. Az alakuló ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Október 1-től folyamatosan az országban mindenhol 15 napon belül alakulnak meg a képviselőtestületek, illetve a közgyűlések. Erre sor került egyébként Tolna vármegye esetében is múlt pénteken, mai napon pedig itt Dombóváron is a képviselőtestület alakuló ülésén lehetünk, vagy vehetünk részt, ahol egyébként a nemzetiségi önkormányzatok is megalakultak, megválasztották a tisztségviselőiket, illetve a képviselők, polgármester úr letehette az esküt. Én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett június 9-én a választásokon. A város vezetése elkötelezett a fejlődés iránt, a következő időszakban is aktívan szeretnének dolgozni a közösség érdekében. Még csak alig pár napja, október 11-én pénteken alakult meg Bátaszékváros önkormányzatának képviselő testülete, a politikusok már is megtartották első ülésüket. Tárgyaltak házi orvosi rendelésről és iskoláztatási támogatás biztosításáról is. Az új képviselőtestület megalakulása után pár nappal, október 15-én már is üléseztek a bátaszéki képviselők, és számos fontos napirendi pontról döntöttek. A 4-es számú felnőtt házi orvosi körzetben november 1-től dr. Galambos Éva praktizál teljes munkaidőben 20 órás rendelési idővel. A körzet feladatait közel 4 évig helyettesítéssel dr. Szabó Péter látta el. Dr. Galambos Éva belgyógyász és kardiológus szakorvosként tevékenykedett évtizedeken keresztül a Vármegyei Kórházban. Így nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen a két területen egyébként a hatalmas szakmai tudásra rendelkező doktornő Bátaszéket választotta, és a következő időszakban nálunk fog felnőtt házi orvosi tevékenységet ellátni.
A képviselők döntöttek arról is, hogy kibővítik az iskoláztatási támogatási pályázati rendszert. Egészen idáig a II. Géza gimnázium 7-es és 9-es diákjai számára biztosítottak ilyen jellegű támogatást. Visszamenőlegesen szeptember 1-től a Kanizsai Dorottya Általános Iskola 1. és 5. évfolyamára járó tanulók után is fogunk támogatást biztosítani, és az eddigi 10.000 forint helyett 15.000 forintot biztosítunk tanulónként. Annak érdekében, hogy ezzel is segítsük a szülők terét egy kicsit csökkenteni a beiskolázással kapcsolatban, és hogy talán egy kicsit tudjuk népszerűsíteni a városunkban működő két oktatási intézményünket is. A tanulók támogatása mintegy 2 millió 85.000 forint saját önkormányzati forrást igényel a város 2024. évi költségvetéséből. Döntés született arról is, hogy a beérkezett pályázatok alapján hányan részesülnek majd felsőoktatási ösztöndíj pályázatba, pályázati támogatásba. Két évvel ezelőtt hozta létre a város ezt a lehetőséget, és most a következő időszakban, szeptembertől januárig, azaz a ennek a hallgatói fél évnek az időszakára 21 bátaszéki diák részesül majd a várostól ösztöndíj támogatásba. A támogatásuk mértéke az 10.000 forinttól 20.000 forintig terjed havonta. A felsőoktatási támogatás 1 millió 375.000 forintot vesz igénybe. Az elmúlt napokban a Tamási rendőrök az Idősek Világnapja programsorozathoz kapcsolódóan a Tamási Idősek Klubjában és a Diósberényi Idősek Otthonában tartottak előadásokat. A prevenciós szakemberek a telefonos és online csalások megelőzésével kapcsolatosan adtak hasznos információkat. A résztvevők többet megtudhattak a romantikus és online csalások, a vagyonvédelem, valamint az áldozatsegítés témakörében is. Richter tett természettudományos napot rendeztek a Szekszárdi első Béla gimnáziumban. A gyerekek próbára tették természettudományos tudásukat és játékos formában tanultak. Látványos kémiai kísérleti bemutatót tartottak nekik, emellett a tett csapat képviselői beszélgettek a diákokkal az írásról, kreatív önmegvalósításról és a szervezett mesepályázatáról. Szekszárd megyeijugú város önkormányzata az idei évben is megajándékozza a szépkorúakat karácsonyi csomaggal. Ennek regisztrációja már most, október 16-án elkezdődött. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata idén is szervez karácsonyi csomagosztást a szépkorúak számára, mely regisztrációhoz kötött. Telefonon lehet regisztrálni, azon 65 évnél idősebb, vagy 65. életévüket betöltött szekszárdi polgárok jelentkezhetnek, akiknek itt van az állandó lakcím, és ezt hangsúlyozom, a rendelet így szól, hogy az állandó lakcímmel rendelkező szekszárdi polgárok vehetnek részt ebben a programban. A jelentkezéseket telefonon fogadják. A 74-es körzet 999-333-as telefonszámon kell jelentkezni, egy rövid regisztráció, név, lakcím, és tulajdonképpen kész is vagyunk. Fontos, hogy az érdeklődők minél előbb jelentkezzenek. Most már októberben ezt a regisztrációt megejteni, mert miután készen vagyunk, akkor összesítjük az adatokat, és utána lehet elindítani a beszerzést, aminek ugye szintén határidőkhöz kötött, és szeretnénk még december hónap első heteiben megoldani az ajándékoknak a kiosztását. Az eddigi években szép számmal regisztráltak a kezdeményezésre az erre jogosultak. Minden évben 4000 fölött volt a regisztrálók száma, volt, amikor az 5000-et is elérte. Az önkormányzat bízik abban, hogy a 2024-es évben is sokaknak megkönnyítik az ünnepeket a csomagok átadásával. A Mozaik Alkotó Barátok Társasága megnyitotta legújabb kiállítását október 15-én Mözsön. A szervezet tagjai azon kívül, hogy saját maguk fejlesztésén is sokat dolgoznak, egymást is tanítják a közös gyűléseken. Az alkotás örömét tartják a legfontosabbnak, műveiket pedig szívesen megmutatják a nagy közönségnek is. A mostani bemutatójuk egyik különlegessége, hogy egy vendégkiállítót is meghívtak. Jankovics Mária textil szobraival érkezett, amiket most először mutatott meg a nyilvánosságnak. Ezek a textil anyagok ragasztóba vannak mártva, és a ragasztó a száradás után átlátszóra szárad,
kemény lesz, kőkemény lesz, és hát megtartja a formáját. Természetesen néha segíteni kell, hogy olyan alakban, mint például a Münchhausen bárónál, hogy az a levegőben lebegjen az a kabát vagy a kabátúj. Ehhez különböző dolgokat még meg kell tenni, hogy úgy szárítsam, hogy az megfelelő helyzetben legyen. Végigjátszotta a Belgium csapata elleni 1-0-ra megnyert U21-es Európa bajnoki selejtező labdarúgó mérkőzést a magyar válogatottban a tolnai Paksi FC-ben futballozó Vas Gábor. A 21 éves védő stabil játékkal segítette hozzá a magyar együttest a győzelemhez. A fiatalok számára a siker továbbjutást nem ért, s a lejtező csoportjukban harmadik helyen zártak Skócia, Belgium és Spanyolország gárdái mögött. A kenyér világnapját ünnepeljük, melynek dátuma október 16-a. Erről a svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött, melynek célja az, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkét, a kenyeret. A kenyér minden korban érték volt, és a mai napig az. A bőség és termékenység szimbólumának is tartják, számos népszokás és babona kapcsolódik hozzá. Magyarországon a legalapvetőbb élelmiszerek egyike. A magyar konyhában szinte mindenhez fogyasztunk kenyeret, pörkölthöz vagy esetleg egy zsírosabb leveshez, de esszük szalonnával, kolbásszal, vajjal, zsírral, pirítósként fokhagymával, de gyerekkorunkat idézően vajasmézes, vajaslekvárosan is. Pékeknek a munkáját kicsit népszerűsítse, mert a szakember utánpótlás ezen a területen is rendkívül fontos. Napjainkban körülbelül egy 30 országban ünnepeljük a kenyérvilágnapját, és ehhez kapcsolódóan a különböző szervezetek, akik tömörítik a szakmát, karitatív célokra, a rászorulók részére adományokat is ajándékoznak. A Magyar Pékszövetség 2004 óta adományoz különböző gyermekvédelmi intézményeknek, idős és szociális otthonoknak. Nagyon összetett a folyamat, mire a kenyér az asztalra kerül. Szinte egy éves folyamat, ehhez szükséges a földművesek, a molnárok, a pékek munkája, szakértelme és együttműködése. Az élelmezés világnapját is megemlíti Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Tolna vármegyei elnöke. Magyarországon is évente háztartásonként körülbelül egy 62 kg élelmiszer kerül a kukába, ami azt gondolom, hogy nagyon sok, és ezt csökkenteni lenne szükséges. És ugye ami még fontos ezzel kapcsolatos, hogy nem csak az élelmiszer dobjuk ki, hanem kukába kerül ilyenkor az élelmiszerre ráfordított munka, energia és a pénz is. A témával kapcsolatban szexádiakat kérdeztünk. Vannak itt ezek a hajléktalanok, és akkor én úgy szoktam, hogy nem dobom el, hanem akkor megkenem egy kis vajjal, meg egy kis vöröshagyma, és bele egy nájlomba kiteszem, és akkor ezek szívesen megeszik. Nem szabad pazarolni, én mindig kicsi mennyiségbe veszek, és ami elfogy. A süteményhez nem eszem. Mert az magában lisztből is áll. Minden nap. Nagyon szeretem a péksüteményeket. Kenyeret is szeretem. A kenyér sok háztartásban az első helyen áll fogyasztás szempontjából, az emberek pedig igyekeznek a pazarlást elkerülni. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Alakuló ülés, elkaszált előterjesztések, elindult az új ciklus a Pécsi Városházán. Alpolgármesterek nélkül maradt Pécs. A jogi helyzetről, következményekről beszélt a jegyző. Mezőgazdaság. Kevesebb a termés kukoricából, búzából, napraforgóból. Négy előterjesztésből csak egy ment át a pécsi közgyűlésen. A keddi alakuló ülésen sem az alpolgármester személyéről, sem a bizottságok felállításáról nem született döntés. Csak a régi új polgármester illetményét fogadták el a mostantól hivatalba lépő képviselők. Vonós Ötös a pécsi városházán a díszteremben. Itt tartotta ünnepi körülmények között alakuló ülését a város új képviselőtestülete. Azonban már nem áll baloldali többség a régi új polgármester mögött. Ennek eredménye, hogy nem sikerült alpolgármestereket választani. A jogszabály szerint Péterfi Attila, mint polgármester tehet javaslatot alpolgármesterek személyére. Ő Ruzsa Csabát és Zag Gábort jelölte, akik korábban is betöltötték ezeket a posztokat. De a jobb oldal nem támogatta
mondta ezt, nem szavaztak. Ő most egyelőre arra két személyre tett javaslatot, akik az elmúlt 5 évben is a beosztottjai voltak a polgármesterként. Mi azért sem vettünk részt a szavazásban, mert álláspontunk szerint ők egyikőjük sem alkotott olyan maradandót, nem tett le olyan eredményt az asztalra, ami miatt újabb 5 évet kellene nekik megszavazni, hogy újabb 5 évig a polgármesterként segítsék polgármester úr munkáját. Tehát amennyiben polgármester úr olyan személyt jelöl, aki álláspontunk szerint is megfelel annak a mércének, hogy együttműködve, megfelelő szakmaisággal, bölcsességgel tudja szolgálni a pécsiek érdekeit, úgy ezt a szemét nyilvánvalóan támogatni fogjuk. A frakcióvezető szerint a választók nemet mondtak a sikertelenségre, a baloldali arroganciára, a polgármester egyeduralmára, igent mondtak a biztonság és a fejlődés programjára. Mostantól a közgyűlésnek lesz polgármestere, és nem fordítva. Ezzel a pécsiek akarata érvényesül a döntéshozatalban. Szakmai egyeztetés alapján pécsiek érdekeit képvisel egyfajta egységet felmutatva tudjunk működni, és ez viszont kell, hogy partner legyen a polgármester, tehát a továbbiakban ő is meg kell, hogy hajoljon a pécsiek választói akarata előtt, ugye a június 9-i választás eredményeként pécsiek azt üzenték a polgármester úrnak is, és mindannyiunknak, hogy bizony együttműködésre a képviselők, politikai színezettől függetlenül megválasztott képviselők mindegyikének a döntéshozatalba való bevonására lesz szükség. Az alakuló ülésen a Városházi Bizottságok összetételére is javaslatot tett a polgármester. Ehhez a szervezeti és működési szabályzat módosítását kérte, de ezt sem fogadták el a képviselők. Péterfi a bizottságokba a képviselők mellé külsős tagokat is tenne. Ezt úgy értelmezték, mint politikai kifizetőhelyeket, ezért a többség nem támogat. Én azt gondolom, tehát hogy nem mondom azt, hogy nem voltak jogos kritikánk, voltak jogos kritikánk. Én azt gondolom, vagy hát bízom benne, hogy mindenki kellőképpen felnőtt a feladathoz. Azért vagyunk itt, hogy ezeket a vitákat lezongorázzuk minél hamarabb, de azt mindenkinek meg kell érteni, hogy jövő héten muszáj döntést hozzunk annak érdekében, legkésőbb decemberre a testület felálljon olyan mértékben, hogy végre tudjunk dolgozni is. Legközelebb tehát az október 22-i közgyűlésen kerülhet a képviselők elé az alpolgármesterek személye és a bizottsági struktúra kialakítása. Így az alakuló ülésen abban sikerült eredményt elérni, hogy megszavazták a polgármester havi illetményét, ami 1,5 millió forint. Milyen következményei lehetnek, ha nem tud megegyezni a polgármester és a képviselőtestület az alpolgármesterekről? Meddig maradhat fenn ez az állapot? Erről kérdezte stábunk a pécsi jegyzőt az alakuló ülés után. A jogszabályi előírás értelmében az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen meg kell választani az alpolgármestereket, tudtuk meg pécsi jegyzőjétől. Az alakuló ülésen ez nem sikerült, de Lovász István bízik abban, hogy ezt október 22-én megteszik a képviselők. Előterjeszteni elő kell, én bízom benne, hogy lesz eredményes, sikeres választás. Ha ez mégsem így történne, akkor ez a helyzet mind addig így marad, amíg vagy a kormányhivatal intézkedést nem foganatosít, vagy pedig a testület valamelyik soron következő ülésén érvényes, eredményes módon legalább egy alpolgármestert nem választ. Fontos megjegyzés, hogy a jogszabályi előírás szerint egy alpolgármestert, aki a polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítési jogkört gyakorolja, a testület a saját tagjai sorából kell, hogy megválasszon. Azonban ehhez legalább egy olyan jelölt kell, akinek a személyét elfogadják a jobb oldalon is. Ez derült ki a keddi szavazás után, ahol a többség nem támogatta a polgármester jelöltjeit. Ez a helyzet a jogszabály szerint csak egy ideig lehetséges, tudtuk meg a jegyzőtől. Amennyiben kellő idő eltelik már az önkormányzat működésében, amely anélkül történik, hogy megválasztott alpolgármestere volna, akkor a kormányhivatal az úgynevezett törvényességi felügyeleti intézményrendszeren keresztül, ennek az intézménynek az eszköztárát igénybe véve lép föl az önkormányzattal szemben, először felszólít, és amennyiben ennek nyomán sem tud a testület alpolgármestert legalább egyet választani, akkor az úgynevezett aktuspótlási intézmény szabályai szerint történik a további ügymenet, tehát a bírósághoz fordulhat. Ez egy bonyolult, bürokratikus folyamat lenne Lovász István szerint. A bíróság pedig egy két lépés
lépcsős, egyébként meglehetősen hosszú és komplikált bürokratikus eljárás nyomán felhatalmazhatja a kormányhivatal vezetőjét, hogy a polgármester által megfogalmazott személyi javaslatok közül a közgyűlés helyett, tehát kvázi a testület helyébe lépve és hatásköreit ideiglenesen átvéve maga válassza meg a város alpolgármesterét, illetve nevezze ki, hiszen ő egy személyes döntéshozó a város alpolgármesterét. Pécs edzője azt mondja, ne ebből a lehetséges kimenetelből induljunk ki, hiszen a baranyai vármegyeszékhelynek mindig voltak szabályosan, törvényesen megválasztott alpolgármesterei, ezért bízik a döntés meghozatalában, ami a polgármester és a képviselők szándékán múlik mostantól. Kukoricánál 40-50, napraforgó és a búza tekintetében pedig átlagosan 20-30%-os veszteséggel számolnak a somogyi gazdálkodók. Jelenleg a még lábon lévő kukorica betakarítása és az őszi vetések talaj előkészítése zajlik a földeken. A gazdák azt mondják, ha folytatódik a szélsőséges időjárás, más növénykultúrákban kell a jövőben gondolkodniuk. Ugye itt látszik rajta, hogy ezek a szemek az aszály miatt nem tudtak kitelítődni, csak itt vannak, és normális esetben ez a kukorica cső egy 25-28 cm hosszúnak kell lenni, és teljes végig berakott csővel. Átlagosan 10 cm-rel kisebbek a termések ebben a szőlősgyöröki kukoricásban. Az aszály miatt jelentős károkkal kell szembenéznie a gazdáknak. A régióban ez a szőlősgyörök és környéke, ez nagyon csapadékos, hiányos volt. Minden felhő az gyakorlatilag elkerült nyáron bennünket, és főleg itt látszik a Balaton nyugati végétől elhúzott északra, és a sajnos nekünk nem jutott ebből a csapadékból, ami a termésünket rendesen megnövelte volna. Nem csak a kukoricánál, de a kalászosoknál is termésveszteséget okozott az aszály. Mind a búza, mind a napraforgó tekintetében átlagosan 20-30%-kal volt kevesebb a termés. A legsúlyosabb aszálykárt azonban a kukorica szenvedte el a régióban. A 10 tonna környékén meg szoktuk átlagosan termelni. Az idei évben ez sajnos ugye az aszály miatt csak a felére sikerül. Átlagosan, tehát nekem is vannak olyan táblák, amik 6-7 tonnát tudnak, vagy tudtak, és most sajnos ezen pont egy homokosabb területen aratunk, ezen sajnos csak 4 tonna az a hozam, ami sajnos még a költségeket sem fedezi. A gazdák azt mondják, hogy ha ez az időjárási tendencia folytatódik, át kell gondolniuk, hogy érdemes-e a jelenlegi növényekkel foglalkozniuk, hiszen öntözésre nincsen lehetőség, és így a szélsőséges időjárás miatt minden évben kisebb-nagyobb veszteséget kell túlélniük. A szeptemberi esőzések ugyanakkor kedvezően hathatnak az őszi vetésekre, és a talajmegmunkálást is segítik. Az elmúlt hetekben a térségben átlagosan 160-170 mm eső esett. Nagyon kellett ez a csapadék mennyiség. Ilyen sok csapadék után sem sáros a föld. Ez azt jelenti, hogy óriási hiányok vannak. Az alsóbb rétegekben nagyon hiányzik a csapadék. Hogy továbbiakban, hogy mennyi, hogyan lesz, azt nem tudni. Az őszi talajmunkákhoz, az őszi vetésekhez per pillanat ez a mennyiség elég, aztán várjuk a továbbiakat, hogy november vagy decemberben hújjon több, de talán esetleg hó legyen, ami nagyon kellene. A somogyi földeken jelenleg a még le nem aratott kukorica betakarítása és az őszi szántóföldi növények vetéséhez szükséges talaj előkészítése zajlik. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Alakuló ülés. Letették esküjüket a megválasztott dombóvári képviselők. Diákok támogatásáról döntöttek Bátaszéken. Kibővítik a pályázati rendszert. Karácsonyi csomagosztás Szekszárdon. Már regisztrálhatnak a szépkorúak. Kenyér és élelmezés világnapja. Az agrárgazdasági szakembert kérdeztük. Csütörtökön, a szerdaihoz hasonlóan a Dunántúl térsége fölé várható több felhő. A délnyugati-nyugati határvidéken időszakos szemerkélésre, ismétlődő gyenge esőkre is számítani kell. A borongósabb, esős délnyugati határvidéken alacsonyabb marad a hőmérséklet, míg másutt enyhe napra van kilátás.
Éjszaka gyorsan hűl a levegő, hideg lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!